Június 4-e a trianoni békediktátum 100. évfordulójának a napja van, és a Mi Hazánk mozgalom, ahogy azt már az év elején bejelentettük, egy 7 pontos akciótervvel készült erre az évfordulóra. Ennek a 7 pontos akciótervnek az első két pontját már korábban ismertettük. Az első pontja az 1921. évi 33-as törvény, ez a trianoni békediktátum ratifikálásáról szóló törvény hatályon kívül helyezését célozza, hiszen ez a törvény többek között egy olyan békeszerződést ratifikál és tart hatályban, amelynek több pontja, hogyha csak arra gondolunk, hogy például Sopron városa a törvény szerint ma is Ausztria integráns részét képezi. Tehát több olyan rendelkezése van ennek a törvénynek, amely már réges-régen de facto hatályát vesztette, tehát azt gondoljuk, hogy de jure is hatályát kell, hogy veszítse. A második pontja ennek az akciótervnek azonban az, hogy az ENSZ közgyűléséhez akarunk fordulni, hogy az ENSZ Nemzetközi Bírósága vizsgálja felül a trianoni békediktátumot, ugyanis abban az esetben, hogyha a Magyar Országgyűlés hatályon kívül helyezi a ratifikációról szóló törvényt, akkor megnyílik a lehetőség arra, hogy a Magyar Országgyűlés és Magyarország kormánya az ENSZ közgyűléséhez fordulva azt is kezdeményezze, hogy az ENSZ Nemzetközi Bírósága vizsgálja felül ezt a békediktátumot, amelyet egyébként kényszerítéssel, amely nem csak a magyar, hanem a nemzetközi jogban is bűncselekmény, kényszerítéssel fegyverek árnyékában erőltettek Magyarországra, a magyar nemzetre. A következő pontja ennek az akciótervnek a magyar-román alapszerződés felülvizsgálata, illetve semmissé nyilvánítása, hiszen az alapszerződés megkötése óta Románia számos alkalommal bizonyította, hogy maga számára nem tartja kötelezőnek ezt az alapszerződést. Ugyanígy a következő pontja az akciótervünknek a magyar-szlovák alapszerződés érvénytelenítését szeretnénk elérni, ugyanis a magyar-szlovák alapszerződést már eleve hosszú idő után ratifikálta csak a szlovák parlament, és az alatt az idő alatt, ameddig az aláírás és a ratifikáció között eltelt, aközben pedig Szlovákiában számos olyan intézkedés, nyelvtörvényt és egyéb magyar ellenes törvényeket hoztak, amellyel tulajdonképpen semmissé tették az aláírás pillanatában a magyar-szlovák békeszerződést, tehát azt gondoljuk, hogy ezt is érvényteleníteni kell. A következő pont a magyar-ukrán alapszerződés érvénytelenítése, amelyet már az aláírás, a megkötés pillanatában érvénytelennek kellett volna tekinteni, ugyanis azt az Antal kormány úgy kötötte az akkori ukrán kormánnyal, hogy 1991. decemberében volt egy érvényes népszavazás, ahol Kárpátalja lakosságának 78%-a egy önálló, autonóm kárpátaljai régióra szavazott, és ezt az aláírás pillanatában sem a magyar kormány, sem az ukrán kormány nem vette figyelembe. Szintén szeretnénk a mai napon bejelenteni azt, hogy támogatjuk a Magyarok Világszövetségének azt a törvény javaslatát, amely arról szól, hogy Magyarországon legyen büntethető a trianoni békediktátummal kapcsolatban minden olyan megnyilvánulás, amely akár tagadja azokat a tragédiákat, amelyeket okozott a trianoni békediktátum, vagy akár tagadja azokat a népirtásokat, mint például a délvidéki 1944-45-ös népirtás, amelyek mind-mind a trianoni békeszerződés, békediktátum következményei. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha Magyarországon lehet a holokauszt és lehet a akár a nácizmus és lehet a kommunizmus bűneinek tagadásáért börtönbe kerülni, akkor ez vonatkozzon a trianoni bűncselekményre, a trianoni békediktátum következményeire is. És ennek az akciótervnek a hetedik és utolsó pontja, az pedig nem más, mint az 1947-es párizsi békeszerződés hatályon kívül helyezése, ugyanis ugyanúgy, mint a trianoni békeszerződés, amelyet egy 1921-es törvény ratifikált a Magyar Országgyűlésben, a párizsi békeszerződést is szintén egy ratifikáló törvény tartja hatályban és életben Magyarországon. Szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy a párizsi békeszerződés nem határozza meg Magyarország
határvonalát, egyedül és kizárólag a Pozsony környéki néhány faluról beszél, azon kívül pedig az 1938-as akkor érvényes határokat tekinti legitim határnak. Igen, ám csak hogyha a trianoni békeszerződés, a kényszerítés és egyéb körülmények miatt, és akár hogyha ezt egy ENSZ-hez tartozó vagy ENSZ alá tartozó nemzetközi bíróság kimondja érvénytelen, akkor ez azt jelenti, hogy 1938-ban a trianoni békeszerződés előtti határok voltak érvényben, tehát ez nem a határokat érinti az 1947-es párizsi békeszerződésre vonatkozó törvény hatályon kívül helyezése, de annál inkább jelenti például azokat a rendezvényeket, azokat a programokat, amelyeket ma itt országszerte és Budapesten is megtartunk, hiszen az 1947-es békeszerződés tiltja a revizionista propagandát, tiltja tehát azt, hogy akár a trianoni igazságtalanságról beszéljünk, amelyről ma már országszerte megemlékező rendezvényeken tudunk beszélni, illetve az állami oktatás részévé is vált, de ez ellentétes az 1947-es párizsi békeszerződéssel, tehát mi azt gondoljuk, hogy ez is oka annak, hogy hatályon kívül kell helyezni az 1947-es párizsi békeszerződést érvényben tartó, ratifikáló törvényt.